candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures, they can get so good. And show you want to enter, you can turn back down. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. A haunted, haunted house. Or could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too scared, get out. A haunted, haunted house. I'm a haunted house. Scribbled on my wall saying that you better turn around. Wouldn't be the first to try to burn me down. You're blue, you too. Could you love me at my worst? Till the coffin's in the dirt. Try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit absurd. I'm dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion. But could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too sick, get out. A haunted, haunted house. I'm a haunted house. You love her. A haunted, haunted house. Oh, could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too sick inside. A haunted, haunted house. I'm a haunted house. Use the words till the coffin's in the dirt. Anyone can love a pretty little mansion.
Nagyon jó, egész eddig dumáltam, hang sem volt. Na, hello mindenki. Egész eddig dumáltam, de hang az nem volt. Nem baj, ez meg a fülembe ordít. Ez a nyomorult betöltőzene, amit még mindig nem értek, hogy miért kell egy szerverre. Főleg egy copyrightos streamereknek a dolgát megnehezítsük. Na, igazándiból elnézést kérünk mindenkitől, eddig nem volt se hang, se semmi. Be volt ütemezve pár live, na most ez teljesen felborult. Úgyhogy igazából szuper. Most előrébb hoztuk egy órával a magát a New Hope-ot, és amint ez megvan, utána megyünk formára is, ugyanis mondtuk, hogy 9-től formán leszünk, úgyhogy szerintem itt egy órát leszünk, vagy nagy maximum másfelet, és utána formázunk egyet. Ha Blinti elérhető lesz, mert ha nem lesz elérhető, akkor cseszhetjük az egészet. Na nézzük meg. 80 FPS, 87 FPS, 90 FPS, nagyon jó, 92 FPS, 96, teljesen jó, legalább most már működik. Szia, Círmos, Círmi. Egy kérdésem van, ez miért ilyen világos? Ne hajolj már beljebb. Nem hajolok beljebb. Ez miért ilyen világos? Ja, így nem. Jó, akkor csak szar. Tessék. Nem tudom ezt miért csinálja. Mindegy, ez a tablet hibája, nem a közvetítésé. Nem tudom ki hol van, mert hogy én a főpubliknál vagyok. Az se biztos, hogy bármilyen autón van. De van itt autóm. Egy. M5. Na mindegy. Jó. Felmegyek a szokásos 72-es rekimre. Halló, halló! Hát ez nem van, örülök neki, hogy berakták ezt a motort amúgy. Szia, nem hallak, rendesen állítsd már le. Másrészt meg ugyanaz a hibája, mint mindenhol máshol, zakató, mint a kurva élet, úgyhogy elhasználd mellettem, légy szíves. Jó. Ez nem úgy mindenhol eljátszódik, ez a videó. Ez, hogy így baszakszik a motor. Vannak már emberek a szerveren, olyan emberek, akiket nem is ismerek. Biztos, hogy New Hope-on vagyunk fent. Hát az egyik autó itt van. Lefoglalta? Köszönöm. Nem lefoglaltabban megyünk? Igen. Nem neked jelöltem, magamnak jelöltem még korábban. Ja, nincs játék, köszönöm, hogy szólsz, amúgy örülök, hogy legalább ti nem hallottátok a motorhangot, úgyhogy meg hogy mi történt itt a háttérben. Most már van. Köszi szépen József, hogy szóltál. Amúgy tényleg jó, hogy nem hallottátok, mert
ugye van a motornak a textúrája, és nem tudom, hogy ki hogy csinálja, de amikor berakják ezt egyes szerverekre, akkor folyamatosan ilyen csapkodós hangot hallat, körülbelül ugyanilyen hangot. Úgyhogy így igazából ennyi. Ne! Au! Gyilkosát visszaszerezték. Akkor jó. Rádió. Pillanatot kérek. Jó. Amúgy elég hangos. Van-e kép? Most mi történik amúgy? Kép az van. És nem tudom maga itt az éve mi akar történni. Hallod, gyere nézzek mi történt. Ez most mi? Stúdió mód be van kapcsolva. Igen, de hol tudom kikapcsolni? Stúdió módra menjem, igen. Nem volt bekapcsolva. Most jó. OBS megtűnt ebben már. Megvan bolondulva az OBS-ünk. Most nem csak a miénk, szerintem mindenki. Na mindegy, akkor folytatjuk. Szia Ákos, Réci, írd meg a Discord neveddet, hogy tudjunk betenni támogatóiba. Rangba. Remélem kép is van. Zé lesz, jó. Előleg jónak kell lennie. Igen, rádión vagyok. Találkozunk Cipráznába, jó? Jó. Másik szerveren illegálnak készülünk, úgymond. De ott még nem vagyunk benne ilyen dolgokba. De az még kérdőjeles. Egyszerű. De miért? 51-től lefotózt ekkora... Hú... 51-től! Jó, nem 30-al megyek. Nem baj, lesz pénz az államnak belőlem, az biztos. Az szép volt, hülye gyerek. Mi? Mi? Van, nem nyúlok hozzá. 11-en megy amúgy. A bit.
Na. Csókolom, merre jár? Itt vagyok, bent a cukrászdában. Na, Mizu? Beszélgetnünk kell. Na, ki vagyok rúgva, mint tulaj. Ha persze, át vagy helyezve. Na figyú, olyanban, hogy minden emelkedett. Be kéne állítanunk egy, ami drága. Ami azt mondom, hogy szerintem a legdrágább az a pizza legyen, nem? Igen. Ott már látjuk a szépben lévő pénzt. Van igen itt is, de akkor ide be is teszem, ami bent van. De figyelj már, most ezt én nem értem. Maradj egy kicsit, jó? Pillanat. A szépben lévő pénz. Aha. Szuper. Most nézd meg, légy szíves, minket. Az komoly. Ennyit kerestem az utolsó esetnél. Beszélj kárt, jó? Sehova. Jó. Csak itt megnézem, hogy itt mi van akkor most. Innen. Tehát ide is hoztam be cuccokat, tehát ebben jó pár. Van. Csak azért, mert a RSC-vel szerződést kéne kötnünk. Uh-huh. Jó. És ezt te hogy gondolod? Jó, akkor mondom, gyereki, légy szíves ide a kasszához. Én nézem, és te pedig így tudod írni magadnak valahova. Dobsz egy tollat? Persze, adok egy tollat innen a zsebemből. Aha. Mondhatod. Szóval az én javaslatom $75 kettő darab pizza per darab. Igen. Legyen a süti. Az $30. Sima? Igen. Igen. Gondolkodok. Jönnek a kávék. 30-30. Oké, a presszó. Vagy a presszó az legyen 30. 40 a tré latte. Majd utána átbeszéljük esetleg, hogy melyik, amit módosítanál. Igen. 50 az ír kávé. Forró unikorn is. $55. Igen. Pizzára mit állítottunk be? Pizzára 75-öt. Jó. Palacsinta 60. Szia, Nikola. Igen. Buffalo 30. 40 a Goofy. Banános Joe eperke legyen 65. Az mi? Majd átbeszéljük, csak most próbálom nagyjából belülni a fehér csak is éken expresszó. $70. Igen. Semmit, nem maradt ki semmi. Epres limonádé.
Nagyon jó, figyelsz, az van kimaradt, az legyen 40. Jó. És a csoda? Na, soknak kéne, 80-nak kéne. 100. 100. 100. Jó. Akkor egyesítsük erőinket, nézzük meg, hogy miket csináltunk eddig. Hát akkor mondom, hogy sorrendben. Először az italokat. A presszó az 30. A 40 a trélatte. A epres limonádé az is 40. Szerintem ez nem is borja, mint egy limonád. Az ír kávé az 50. Hatvanöt a banános, 65 az eperke. Egy első ránézésre mit mondasz? Hát én nem tudom mihez viszonyítani, így nehéz. Hát azt gondolom, hogy a pizza az legyen a legdrágább. Szia Balázs! Jó, én ezt, oké, de a csodasíti még drágább annál. De akkor pizzát tedd fel 80-ra. Szerintem. Annyi a kérdésem, hogy meg fogja neki kérni. Menjünk már egy boltba, hogy ott mennyibe kerül, egy micsoda. Na, ez egy nagyon jó ötlet. Na, én szeretem, amikor használod egy kicsit a búrát. Hát hihetetlen vagy, mit nem mondja. Na, Istenem. BMW-je van, aztán bezárja az épület előtt. Az üzlet előtt, hát ha ellopja valaki, kinek kellene BMW? Jó, hát nekem jó lenne. Óvatosan, óvatosan. Most kötöttem be magam. Én most kötöttem be magam, engem nem érdekel. Ja, viszont én most szeretnék... pisztolyt is mutatni. Ilyen nagyobbat. Na, nézzünk be, mi történt itt a boltban. Kiszállok. Hát ilyen 15-20 dollárokért vannak. Tehát ezek nagyon kevesek. Valaki kávét akar inni, akkor itt vesz 5 dollárért, érted? Jó, de ez nem olyan kávé, mint a miénk. Az... Kriszka, mi többet tölt már a mi cuccunk, vagy amúgy még nem? Nem adhatjuk 5 dollárja kávét, érted? Tehát ezt mindenképpen... Jó, de akkor adjuk 20-ért. Mert nem a 30 annyi, az nagyon sok. Kicsi a... Hello, kicsi a haszon. Nem lehet. Jó, kicsi a haszon, így meg nem fognak hozzánk jönni vásárolni. De... Most 20-ért vesznek egy hamburgert nálunk, meg vesznek legkevesebb 30 egy muffin. Ez hol van a hamburgerhez képest? Nagyon szomjas vagyok, gyerekek. Hozol nekem minni, léci? Légy szíves, akkor ezt tegyük, igen. Ezt légy szíves, írd fel, jó? Hamburger, ezeket az árakat írd fel, kérlek. Jó. Jó, köszi. Itt a palackom. Itt a palack! Limonádét szeretnék. Légy szíves. Öcsi. De ez csak víz. De nem csak vizet kértem. Az apenta miért kerül kevesebbe, mint egy víz? Kitalálta ezt ki, Kriszkomi? Még nem, de oldom most azonnal. Köszönjük szépen. 9 dollár. Hát gyerekek, ez milyen árak ezek? Ezek nagyon kevesek. Azt mondtátok, átrakjátok őket. Hát így hogy adjunk el bármit? Nem ez a baj. Nem 15 évszer ezünk be mindent.
Hát ez az, ők meg vesznek 8 ér egy hotdogot. Hát nem adhat különböző. Hát nyilván nem. Igen, köszönjük szépen. Nem az árakat csinálja, hanem a töltést. Hát, hogy töltsön többet a kajánk, hát, mert így sok értelme nincs. Webgoldot akarunk a kameránál. Hát figyeljetek, ő... először kapjál magad a vád dolgot. De úgy akarjátok, hogy több a pozitívság. Szerintem van az a pénz, hogy egy jobb alsó sorban egy támogatás. Istenem. De miért csak egy vizet kaptam? Szívószállal. Le nem öntselek. Ezzel a meleg csapvízzel. Lehetetlen. Na felírtam én mindent. Mindent is. Ezt most el kéne tépni. Szia. Peter Toine. Peter Kéne. No. Webgold itt van a kameránál. Az egy egér. Ami nem igazi. Igen, kaphatok egy puszit. Kaphatok egy puszit. Kérek egy puszit. Ott van Webgold. Add egy puszit. Add már egy puszit. Hallod? Ha nem most, akkor majd júniusról összefúj a szél, akkor nem tudsz elbújni. Na, felírtam már mindent. Nagyon jó. Én akkor sem változtatnék az árakon. Hát mert egy ilyen mazoista vagy, vagy mi? Nem mazoista, de baszki. Keresett kínálat. Akinek nem... Akinek séken espresszó kell, az bejön a boltban, és nem ilyen szaros kávét vesz. Na. Ez... Istenem, a bal oldalt található kis eszköz, azt úgy hívjuk, hogy tükör. Hát de milyen tükör? Várjál, megpróbálom megnézni a hátamat, de nem látom a hátamat. Te, mire figyeljél? Viszont én, nekem most ennem innom kell. Igyekezzé. Még úgy van 10 másodperced. De jó, nem kell kapkodni, van még annál több is. De állj meg, még az autóm is helyén van, jó. Kiszállok, mert nem kell. Ma már körülbelül 8-ra akartak erre volni a ballaszosok amúgy. De mindegy. Nem tudom leírni. Na szóval, most már látod a... Ezt tudjuk hasonlítani? Na
Most írom a Traybaker-es hirdetést. Ne volt. Na. Mit csináljak? De azt mondom, hogy egyelőre ezekkel az árakkal dolgozunk, amit megbeszéltünk. És nem innen szedegetjük ki, hanem onnan, bentről. Ezt mondom, ezt mondom. Jó? Jó, jó. Egy, már csak... Te miért ebbe a szedbe vagy amúgy? Már akartam kérdezni, hogy... Pirítsál magadra egy ilyen rózsaszín felsőt, mint rajtam van. Meg egy ilyen nadrágod is van amúgy, elárulom. Tehát van ilyen nadrág a polcon. De ugyanilyet... Mindig egyedül hagyom volt. Minus 8-án lesz meg. Tessék. Ha ezek a kocsit bezártad. Hát már nem gondolsz az enyémmel fogsz fogorazni magadat. Igen, júni 8. Hogy először írd le mindig, hogyha mondjuk rendelnek 5 darab sütit, ebből a fajtából leírod, és majd a végén összesíted. Meg belekeveredsz. Jó. Az volt az utolsó, amit kiírtam most egy ideig. Lehetne pörgősebb is. Pont jól jön ki, tud bulizni bulis átonnal. Olyan is van? Nem tudtam. Köszönöm szépen. Meg vagyok, hidegeltem magam ma is. Igazából kicsit fázom. A cica itt alszik, ma fajkoskodott ő is. Úgyhogy igazából ennyi. Beszereztünk a cicának nagyon sok kaját. Kaptunk is. Egy ismerőstől, illetve most mi is vettünk neki egy csomó ilyen beauty falatot. És hát most így a kis konténer, ami van, ami egy ilyen tároló doboz, ami egy zöldséges doboz, na mindegy, mi azt most ilyen zárható, és ilyen lélegző, ilyen kis nyílások vannak rajta, most azt használjuk ilyen kajatárolónak. Most inget akarsz, vagy pulcsit? Gyere, légy szíves! Jó napot! Jó napot, itt vannak! Aha! Na. Mit lehet maguknál kapni? Már is mondom, igazából. Van pizzánk, az egyik a sonkás sajtos, a másik a szalámis sajtos, van palacsinta, muffoló, ami egy muffin, van gufi, ami gofri, süti, fehér csoki shaken espresso, írkávé, trélatte, trépresszó, epresség, banánség, forró csokoládé, és szerintem így ennyi.
Szép napot. Szép napot. Akkor 10 palacsintát szeretnék. 10 epres. Meg valami süteményük van. Jó, epres limonádét, vagy eper... Eper, a másik a shake, azaz. Mind a kettőből 10-et szeretnék. Igen. Sütemény van maguknál. Van sütink, igen. Hát meg abból is egy 10-et akkor. Jó. Egy pillanat türelmet kérek, mindjárt rendben. Mennyi lesz, ha kérdeztetem közben? Már is számolom. Kéne egy számológép. A telefonom ott van, ide adod itt. $1000-ból kijön, nem? Hát nem igazán. Ha az eperkét kéri, ami az epresség, az $65 per darabja, abból kért 10-et, tehát 650. Kért 10 palacsintát, ami 60, tehát 600. Ez ugye összesen... 1250, és még ez erre rájön az a 300. Rendben, akkor az összesen $2000 körül van, nem? Akkor elfutok egy bankba gyorsan. 1550. Vagy átutalni is át tudom? Hát, hogy legyen, átutalással vagy KP-ba? Kész, egyelőre készpénz. Jó. Akkor elugrok gyorsan bankba, mert nincs nálam annyi. Rendben. Csak egy 1000-es van. Addig jövök készítjük a rendelést. Rendben, köszönöm. Tehát mi kell nekünk? Tehát 10 palacsintát kért az úr, 10 epresséket. Várj, most. 10 palacsinta? 10 palacsinta, megvan, 10 epressék, megvan, igen. És 10 süti. Belecsempészel egy sima csodásat, nem intézem, tudom. Intézem, persze. Jó. Intézem. És akkor az ilyen kóstolónak, hogy meglássa, hogy ilyen. Szia Csenge, szia Zsolt, köszi szépen a tagságodat még mindig, szerintem mindig megköszönjük, és Petinek szuper is természetesen. Oké, átadod majd neki, kérlek. Mindenképpen. Tehát amit kért, mondom, 10 eperke, 10 palacsinta, 10 süti, és akkor 5 darab csodasüti ajándék. Cég ajándék. Nagyon jó. Ez 5 darab csodasüti. Én 3-at tennék csak. Ez egy drága mulatság. Oké, beteszem. Szia Gamer King. Szia. Figyelj, ez izé, 1550 összvisz. Jó? Nem hallok. 1550. Hát nem, meg is jöttem át is. Jó, jövök. Van minden is büfé bódi, ahol van lángos, kobász, úgy fogjuk. Jó, szépen. Szuper, akkor átadom a megrendelését. Köszönöm szépen, megkaptam. Át is veszem. Be is rakom a kasszába. Mennyit adott? Azt nem néztem meg. 3200 volt nálam. 3400. Nem tudom mennyi volt. Visszanézem. 3400 volt nálam. Igen. Jó, akkor betesszük a gépjárműbe, jó? Rendben. Nézd ki, hogy jönni nem fér el. Rendben. Ugye 1600-at adott. Teljesen jó. Így. Visszanéztem. Jó. Drága amúgy a hely. Ilyen izé 3000 forint per lángos, vagy hogy kell elképzelni? Szia Csenge, minden oksa. Igazából nagyon fárasztó volt a mai nap is, nagyon sokat szenvedtünk. Nagyon sokat szenvedtünk a izékkel. Na, sikerült? A OBS beállításokkal. Úgyis, ha hármat adok, össze fognak veszni mindenki, mint az OBS-ok a kis csoportban. Na jó. Azért a temetet. Nem bukunk rajta. Tehát ezeket az árakat tartsuk szerintem. Jó. Jó? Jó. Esetleg boltból hozzak valamit? Hát, ami esetleg extraként tudunk adni? Ez minek? Dehogyis.
Hát mi? A boltba hamburger, víz, apent, a hot dog, Big Mac, kóla, rádió, odásítai, telefon, fán, kávé, oló és tasak van. Összesen. Jó, ennyi. Oké, jó. Tehát 1500 volt a lángosság, lehet, hogy ez drágult. Ti amúgy hogy jó, vagytok itt cseten? Ruhát mehetek összeállítani? Igen, igen. Pulcsit akarsz, vagy inkább rózsaszín? Hát legyen. Amúgy kéne inget nézni, csak én nem merek addig én? Elmenni. Majd én nézek, akkor egy ilyen rózsaszínes beütéses valamit, jó? Jó. Pulcsit azt túl soknak találom. Én is. Hamarosan érkezem. Csíts. Mentős lehet szerinted? Nem tudom. Fáradt vagyok. Még ezután lesz egy live elvileg, vagy Csabdint is visszajelez. De szerintem már ő alszik, vagy nem tudom, mit csinál. De hogy nem elérhető. Az is biztos. Nagyon sokat kellett szarakodni az OBS-szel. Fárasztó volt. Úgyhogy... Webgold volt az, aki... Mi csinálta? 38-ból írtam ki. 50-ig várom. Holnap megyek első segély tanfolyamra. Hát sok sikert, én még olyan nem voltam. Szia Csongor, szia-szia. Mint a nő is elfutok róla a boltba. Jó lenne mozogni még a másik szerveren is, csak hát... Nem tudom. Alszik. Lehet, Binti. Az lebeg. Az fehér. Az full fehér. Vagy szürke. Hát ez van egyedül, akkor ez jó. De nem tudom, hogy mindjárt én is elmegyek. Eddig bezárok, így.
Nincsenek, úgyhogy átjöttem. Na Muti, ingeket nézzünk, nem? Vagy pólót? Ilyen színű inget kéne, felállj. Nekem is lehet, hogy van. Hétfők, egy csütörtök, kettő, öt, hat, hét. Tehát nekem rendesen most jelentem születka van, és lesz is elejem hétfőjét, mert ez komoly. Nem hallak. Nem hallak, IC. Nem hallak, IC. Nem hallak, IC. Jó lenne tudni, hogy a spolcom van. Na. Ebből például pont nincs. Más szín. Nekem is van olyanom. Jó, már csak egy nadrág kéne. Fehér nadrágot vegyél, légy szíves, farmer-szerűt, vagy nem tudom. Nem tudom beleírni a nullát ide. Na végre. Jaj, ne itt lesznek azok a izék, amiknek ugye nincsen ilyen semmilyen. Ó, várjál csak. Akár az elmegy egynek, igen. Nekem ez rossz. Belelóg az övembe. Halló, most megy elvileg az OBS megint. És nem tudom, megy-e itt. Most megy. Én nem tudom, mi van ezzel a gyerekek, de nem idegesít. Micsoda? Figyelek. Az, amit kiírtam, nem tudom, nincs konkrét hirdetésem. TBR. De amúgy kiírom. Tessék, kiírtam. És milyen cipőt vettél fel amúgy? Mi az? Szürke nadrág van rajtad, vagy fehér? Nekem ez a cipő, ami most rajta, hogy izé rajta nem tetszik. Ez most... átveszem inkább a farmerre.
volt itt egy ilyen fehéres farmer. Amúgy ez itt nagyon férfias. Ez nem. Most megy az OBS eddig. Megint nem jó. Melyik? Tessék. De amúgy most jövök. Visszaadod a lapot? Köszi. Nem tudok feltolatni erre a patkára. Az lesz. Ugye nem akarsz bejönni a kocsival? De pedig terveztem. Na. Majd megnézzük egy... Csókolom. Jó napot. Na, miben segíthetek? Szeretnék sütit venni. Tessék? Szeretnék sütit venni, csak nem tudom, hogy milyen süti van. Hát, 30 dollárért... Van süti igazából, de van muffin, kofri, palacsinta. Aha. Akkor kérnék. Tehát, hogy nem mindenkinek. Hú, ezt most nem értem, mert nem tudom felfogni, hogy mit mond. 5 palacsintát kérnék szépen. Igen. Italuk van? Italunk? Persze. Van epres limonádé. Van banános és epres shake, van fejecsoki shaken espresso, forró csokoládé. Akkor kérnék egy fejecsoki shaken espresso. Sem vett. És abból hány darabot? Abból is egyetes. Semmi. 5-5? Igen, igen. Jó, pillanat. Mit hozhatok? 5 darab fejecsoki shaken espresso-t és 5 darab palacsintát. 5-5 palacsinta és fejecsoki shaken espresso hozom. Dugulján. Ez összesen 650 dollár lesz. Ugyanét az a tis. Közben hozom is. Számlaszám? Készpénzben lehet nálunk most fizetni. Ó. Oh. Hát... Nem sebbet, nem semmi. Én meg csak így tudom. Az Isten megáldja, nem értek semmit, Getta. Nem messze van tőlünk egy ATM itt a sarkon. A Laguna Place-nél, vagy egy olyan. Értem. Rámban, akkor mindjárt jövök. Oké. Adj már egy tiszta lapot, légy szíves. Köszönöm. Ami feltöltöm benne, és az utcokat már elég kevés van már.
Rádium vagy? Persze. Légy szíves, mondjad előre a termékeket, mik vannak, mert akkor azokat boltolom ide bent. Összesen? Mármint egy... jó. Egyesével sorban. Kettő pizza. Várja. A kasszár mond nekem sorba, hogy mik vannak. Ja, jó. Fejcsói shaken espresso. Jó, egy pillanat. Igen, jobbra tőle. Csodasüti. Igen. Süti. Igen. Banános dzsú. Az baj, az nincs. Jó, akkor megyek érte. Jaj, akkor ez az OBS néha-néha nem tudom miért. Amúgy most írogatom le a cuccokat, hogy mi. Hány méter. Na, gyors volt az úr. Akkor jövök, te átadod, én meg akkor a pénzt elkérem. 650 dollár. Köszönjük szépen. És akkor 5 palacsinta, és 5 darab Shaken Espresso. Nagyon jó. Nutellás a palacsintánk. Én, haló? Itt vagyok, itt jó, vagyok. Jó, most hallom. Meg akarom nézni, Banános Joe, ami hiányos volt, ugye? Igen, igen. Jó, ugye rádió vagyok. Szóval, Fercsok is, csoda süti, süti, Banános Joe. Eperke. Igen, alatta. Mármint a Espresso. Rendben. Tré latte. Rendben. Ír kávé. Rendben. Forró unikorn is. Epres limcsi. Azt kell majd, egy pillanatot kérek. Jó. Oké. Az epres limcsi után sonkás sajtos és szalámi sajtos pizza. Jó. Utána. Jó, utána. Palacsinta. Igen. Muffoló és Goofy. Szuper. Köszi. Közben eszek, iszok. Na, felejtsd el te is. És akkor újra be tudod tenni a kasszába pénzt, ugye?
Már is csak intézem még a papírokat. Oké, letétbe. Ez a muffin, az is ugye 30 dollár, ezután volt a muffin, tehát gofri, az ugye 40 dollár, és a valaki, az a 60 dollár, na. Jó napot, hölgyem! Jó napot! Jó napot, uram! Szép jó napot, szép jó napot! Benézünk, milyen kínálat? Hát kávéink vannak, ez a presszó latte, az ír kávé és a fehércsoki shaken espresszó. Vannak pizzáink, sonkás sajtos és szalámis sajtos. Vannak egyéb italok, epres limonádé, forró unikorn és forró csokoládé. Eperke, az az epresség, illetve a banános, ami banánosség. És édességek vagy ételeink, sütemény van, muffin, amit muffolónak nevezünk, gufi, ami gofri, és palacsinta. Uh-huh. Akkor én két shaken espresszót, vagy két muffint kérni. Jó, hozom. De? Én csak egy kávét. Shaken espresszó, jó? Elismételni? Kettő shaken espresso, és akkor mi volt a másik? Két muffin. Meg még egy sima kávé. Presso, latte, ír kávé, melyik? Latte. Jó. Egybe szeretnék fizetni? Egybe fizet. Ő fizet. Meghívom a barátomat. Kettő fejre, kettő muff. Szép is, hát. Kettő tré. Egy latte. Rátis, igen vagy nem? Igen. Egy-egy. Eltűnt a basketom. 2,40 dollár szeretnénk kérni. KP? Hogy számla? KP. KP, ugye? Rendben adom. Közben átadom a parancsolatokat. Köszönöm szépen. Jaj, fáj már a fülecském. Köszi. Le fog merülni közben a telefonom. Jó, szuper, adtam egy kis ajándékot is, jó? Azt köszönöm szépen. További szép estét. Szép estét. Köszönjük viszlát. Szép a vásárlás, viszlát. Nagyon megyünk, hogy állunk? Meddig menj a Della? Hát ugye volt, nézd be, igazából, nem tudom, most volt 2,46, persze, folyamatosan tudom, amint kapunk, azt beteszem a kasszába. Csodálatos, eddig 10 000-nél járunk. Az jó.
Hát nem úgy 10 000-nél, most igazából volt kiadás is, de jól csináljuk. Neked van tetoválásod már, de jó neked, nekem meg nincs. Majd lesz. Igazából már nagyon vágytam rá. Hát én is, csak még nem jutottam el odáig sajnos. Eljutunk, eljutunk. Szuper. Én figyelj, lemennék. Vinnék egy kis finomságot. Mit szólsz, hogyha az autókereseknek? Vannak? Valami... Ébrem. Biztos. Igazából. Ha lemegyek, aztán majd lesz valami. Majd rákérdezek, hogy van-e autókereskedés? Hát kérdezzünk el. Hát bízom benne, kapok választ. Na. Jöhetek inni? Jöhetek inni? Baba. Na. Kíváncsian várom amúgy, hogy nekem még emberkék. 38 volt bent. 38 volt bent, nem? És 41. Én voltam 38 volt bent. 30. Köszi. Blinti most írt, hogy már ma nincs játszani. Ma már nem jön játszani, Blinti. Az baj. Sétáljunk egyet. Nem jött azóta semmi. Az mi volt, könyörgöm? Az mi volt? Én azért álltam oda szembe a parkolóba, látod? Ott a parkoló. Még nem. Mi? Nem. Most folytatni tudta az OBS. Amúgy még maradjunk, vagy menjünk? Mit kérdeztem?
Bocs, fülemmel ülök. Még egyszer tett fel a kérdést. Azt, hogy akkor most mi legyen? Maradjunk itt, vagy ne? Menjünk arrébb valahova, keressünk emberkéket, vagy mi legyen? Mert kéne alkalmazott Fia. Is. Ha nem is alkalmazott, de legalább oda kéne valaki. Most vagyunk hárman, ha minden igaz. Jó, oké, de ne vegyünk ide fel senkit, amíg nincs. Jó, ide ne, lóvén. Ide ne. Oda meg egyelőre vagyunk, amennyien vagyunk. Hárman. Hát tudsz többet? Egyelőre. Nem, de kéne ismerkedni, én addig bezárok. Jó, meg addig öltözünk valamibe fel, jó, nem? Jó, átöltözök. Itt át tudsz öltözni. De én nem úgy gondoltam, de mindegy. Majd zárd, de mindegy, jó úgy. Meg kéne csinálnunk a ruhát is, várj. Jó, én megyek boltba. Meg kéne nekem rendes ruha is. Mégis csak ide. De melyet tudsz ilyet felvenni? Ja, benne neked ez itt már kész van, gondolom azért. Én most, hát szántam rá egy kis időt. Jó, hát én nem. Még azért kell nekem egy kalap. Mi megyünk átöltözni. Valami mindennapi, hát az a baj, hogy mindenféle szettet is össze kéne rakni. Soha nem tudom mit. Nincsenek itt ilyen elegáns kabátok? Vagy hova lettek ezek most? Össze kéne állítani azt a szettet, ami eddig volt. Hát lehet nekem ehhez ma nem lesz türelmem. Hát itt nem OC, hát OC beszélek amúgy, vagy itt nem tudok nyilvánvalóan ettől a szartól. Nem értelek amúgy, mert én mondom OC beszélek, de nem hallak. Mit? De én nagyon fáradt vagyok, én már ennek így véget fogok vetni most a live-nak. Hulla vagyok. Úgyhogy sajnos szerintem ezt most videón kívül megcsinálom egyrészt azért, mert olyan dolgok látszanak ezzel a ruhabolttal, amik nem feltétlen jók, hogyha szerepelnek live-ba. Másrészt meg én nagyon fáradt vagyok, úgyhogy szerintem nekem a mai nap ez így ennyi volt. Holnap fixen találkozunk, szeretnénk formát is csinálni, illetve New Hope-ot is, meglátjuk, hogy ki melyiket szeretné jobban. Meg hogy hozza a holnap, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Elnézést, hogy ennyit megakadt ez a rohadt OBS, de annyi beállítást próbáltunk ma ki, hogy az hihetetlen, úgyhogy nagyon fárasztó volt. Az egész nap. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok, srácok. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek. Sziasztok!